Volt olyan, hogy kutyahámot kaptam születésnapomra ajándékba az akkori pasimtól, pedig nem egészen arra gondoltam, amikor költöző szexre célozgattam. Sziasztok, Jámbor Eszter vagyok, én csinálom a szexsuli.hu szexismeretterjesztő oldalt, a hozzá kapcsolódó Instagramot és ezt a YouTube csatornát. A mai videóban arról lesz szó, hogy hogy mondd el, hogy mit szeretnél az ágyban vagy bárhol. Sajnos nincsen erre egy varázsszó vagy egy varázsige, amitől egyből sokkal könnyebb lenne az egész, de ha kipróbálod és gyakorlod azokat a dolgokat, amit ebben a videóban javaslok, akkor sokkal könnyebb lehet hosszú távon és jobb a szexuális életed. Az első lépés ennek az egésznek az, hogy te tudd magadról, hogy mit szeretsz. Ezt hogy tudod elérni? Például maszturbálj sokat, nyúj magadhoz, hiszen akkor tudod igazán, hogy technikailag is, hogy neked mi a jó, hogy mit szeretnél. És ugye csak akkor tudod elmondani a partnerednek, hogyha te is tisztában vagy önmagaddal. Én, amikor gimnazista koromban elkezdtem szexelni, akkor egyáltalán nem voltam magabiztos, se szex magabiztos, és igazából arra törekedtem, hogy a partneremnek jó legyen. Jó, azt se bántam, hogyha nekem is az, de inkább az volt az elsődleges célom, hogy a másiknak jó legyen. Úgyhogy arra biztatlak benneteket, hogy szerezzétek meg ezt a szexuális magabiztosságot. Ezt pedig úgy lehet megszerezni, hogyha tudod, hogy neked mire van szükséged. Minél jobban tudod, például nálam is úgy volt, hogy telt múlt az idő, minél idősebb lettem, annál magabiztosabb lettem, mert annál jobban tudtam, hogy mit szeretnék, és annál bátrabban mertem ezt megosztani az aktuális partnereimmel. Szóval mindenképpen arra biztatlak, hogy ismerd meg önmagadat szexuálisan is. Haladóknak zárójelbe jegyzem meg, hogy ezért is lehet jó például a közös maszti, mert ott meg tudjátok mutatni egymásnak, hogy ki, mit és hogyan szereti. A következő pont, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljetek a szexről már a kapcsolat elejétől. Persze nem kell rögtön az első randén a legtitkosabb vágyaidat elmesélni a másiknak, de kutatások kimutatták, hogy azok a párok, akik kommunikálnak, akik beszélnek a szexről, azok sokkal boldogabbak, sokkal elégedettebbek a szexuális életükkel. Egyébként nem csak a hosszú távú kapcsolatoknál érdemes kommunikálni, hanem például egy egyéjszakas kapcsolatban, ott ugye nagyon rövid idő alatt kell elmondani, vagy megmutatni, hogy te mit szeretnél, mert különben, hogyha neked nem jó a végén, akkor mi értelme volt az egész egyéjszakás kapcsolatnak. Szerintem ez egy fontos pontja ennek a kommunikációnak, hogy még ha kínos, akkor is kell róla beszélni, hogy ez ne legyen tabu téma, hiszen sokkal rosszabb róla nem beszélni. Nem kell ezt annyira véresen komolyan venni, szerintem egy picit el lehet viccelni is néha, lehet olyan számot küldeni a másiknak, vagy akár mémet, de például olyan szexuális cikket mondjuk a szexsuli.hu-ról, amit aztán közösen meg tudtok beszélni. De nézhettek olyan sorozatokat, ami szex témájú, biztos ismeritek, ott van például a Sex Education, abban is egy csomó probléma, kérdés felvetődik, és már is helyettetek felhozta valaki a témát, és közösen meg lehet beszélni. De vannak például igaz angol nyelven vágy, cserélgetős szex applikációk, ahol ilyen kis kártyákon tudtok egymásnak küldözgetni vágyakat, és akkor a másik bepipálhatja, hogy jobbra vagy balra húzhatja, úgyhogy legyetek kreatívak, szerintem ezeket érdemes kipróbálni. Ezután következik a kommunikáció előmelegítés fázisa, de hívhatjuk megágyazásnak is. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnél valamit elmondani, vagy valamit kérni szexuálisan a partnerettől, akkor melegítsd elő, hogy ne rögtön például egy szexszituációban hozd fel ezt, vagy közvetlenül szex után. Sokkal jobb, hogyha egy teljesen hétköznapi szituáció, sétáltok, vacsoráztok, közben azt mondod, hogy figyelj, bébi, szeretnék valamit mondani, szeretnék valamit kérni tőled, de félek, hogy mit fogsz hozzászólni. Mit gondolsz? Holnap este megbeszélhetjük-e ezt? És akkor már is felkészültök mind a ketten a holnap estére, és hogy ott egy komoly párbeszédet fogtok folytatni, tehát lelkileg már úgy érkeztek oda, hogy mind a ketten tudjátok, hogy itt most szexről fogunk beszélgetni. Aztán például csinálhattok igen-nem talál listát, mondjuk
Orál szex, igen. Anál szex, nem. Folytathatnám még itt a felsorolást, de ha már is meglátjátok ezt a listát, egymás mellé teszitek a kettőtök listáját, akkor megtalálhatjátok benne a közös pontokat, és elindulhat egy párbeszéd erről az egészről, hogy kinek mi fér bele, hogyan. Nem könnyű szexről beszélgetni még azzal sem, akivel szexelsz, vagy szeretnél. Ezért nagyon fontos, hogy szexpozitívan álljatok egymáshoz, és ne szégyenítsétek meg egymást. Gondolj bele, a másik kiteszi neked a lelkét, a vágyaid, te kineveted, vagy vágsz egy pofát. Ez nagyon megalázó, nagyon sértő, úgyhogy ezért fontos az, hogy tényleg, amikor egy ilyen párbeszédet elkezdtek, a lehető legnyitottabban és empatikusan próbáljátok meg ezt véghez vinni. Ami pedig biztos, és ez nem csak a szexben igaz, hogy nem vagyunk gondolatolvasók. Egy csomószor csak feltételezzük a partnerünkről, hogy ó, ezt vagy azt gondolná, vagy ezt vagy azt szereti, de az nem is biztos, hogy úgy van. Az is lehetséges, hogy mondjuk régen szeretett valamit, de most már esetleg más szeret. Érdemes időnként becsekkolni egymáshoz, akár a havi fordulót, vagy az évfordulót kihasználni arra, hogy megbeszéljétek azt, hogy mit szeretnétek, mi változott az elmúlt évben, milyen új vágyaitok lettek, milyen régiek koptak el. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ne gondoljátok soha, hogy már annyira ismeritek a másikat kívülről, belülről, hogy ti már mindent tudtok róla, itt nem lehet szexuálisan újat mutatni. És az is nagyon fontos, hogy például a monotonitás a vágy halála, úgyhogy az újdonságok kipróbálása, ami nem kell tök nagy dologra gondolni, egészen apró dolgok, ha mondjuk nem tudom, soha nem csináltátok a konyhapulton, de most ahhoz van kedvetek, hogy kipróbálnátok, akkor miért ne? Szóval a lényeg az, hogy nem vagyunk gondolatolvasók, muszáj egymással beszélni, kommunikálni. Természetesen szex közben sem tilos kommunikálni, sőt, sokak számára izgató lehet, hogyha közben megkérdezed, csinálhatom-e azt, így szereted-e, jól érzed-e magad benne, vagy közben te is ugyanezt elmondhatod, hogy hé, baby, azt szeretném, hogy. Igazából a szex közben a testbeszéd is segít, hogyha figyelsz a másik testi jeleire, mi az, amit élvez, mi az, amire úgy látod, hogy esetleg mégsem. Szóval nagyon kell figyelni egymásra is, tök jó lesz. A végére hagytam az egyik legesleges, legfontosabbat, a közös beleegyezést. Akár egy éjszakás kapcsolatról van szó, akár hosszú távú párkapcsolatról, mindig nagyon fontos, hogy közös beleegyezéssel, saját szabad akaratunkból, akaratból történjen minden sex action. Tehát az is nagyon fontos egy párkapcsolaton belül, hogy ne mindig csak az egyik vágyai teljesüljenek, a másiké meg annyira nem olyan fontos. Szóval rajtatok múlik, kettőtökön vagy akárhányan vagytok egy kapcsolatban, hogy hogyan alakítjátok a szexuális életeteket. A lényeg az, hogy beszélgessetek, beszéljetek egymással erről sokat, még akkor is, hogyha tabunak gondoljátok ezt a kérdést. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a videót, osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel, gyertek, kövessétek a YouTube csatornát is, és a Sexually Instagram csatornájára is gyertek, mert ott tudtok kommentelni. Még egyszer, köszi szépen!